Köszöntöm a kedves nézőket! 131. alkalommal jelentkezik a Pécsi Tudományegyetem Univerzitás Televíziójának Nyitott Egyetem című műsora. A mai adásban dr. Balogh Zsolt György online szerencsejáték című előadását tekinthetik meg. Tisztelt barátaim, kedves kollégák! A mai előadás az online szerencsejátékról, az elektronikus kereskedelem speciális kérdéséről fog szólni. Kitekintéssel leszek a szabályozási, de egyúttal a piacon tapasztalható gazdasági kérdésekre és jelenségekre egyaránt. A szerencsejáték, függetlenül attól, hogy online, tehát elektronikus úton, hálózaton keresztül nyújtják-e, vagy pedig hát a hagyományos szerencsejátékokról legyen is szó, mindig egy ilyen speciális szürke zónája a legális és illegális tevékenységeknek. Ennek köszönhetően az állam mindig egy kicsit olyan furcsa módon viszonyult ehhez. Az államok természetesen igyekeznek költségvetési bevételre, gazdasági előnyre szert tenni abból, hogy szerencsejátékot szerveznek, vagy hagynak létezni, hagynak szervezni a szuverenitási területükön. Ugyanakkor az illegális szerencsejátékot minden állam üldözte. A szerencsejáték kérdésköre mindig egy kicsit így kapcsolódik az alvilághoz, a bűnözéshez, az illegalitáshoz, de a legjobb, hogy ha megkérdezünk egy szakértőt, aki ebből élt. Egy kis rövid filmbejátszás következik egy híres filmből, a Keresztapából. Azért egyeztem bele ebbe a találkozóba, mert azt mondták, hogy maga komoly ember, aki megérdemli a tiszteletet. De vissza kell utasítanom. Meg is mondom, hogy miért. Az igaz, hogy sok politikus barátom van. De egy-kettőre felmondanák a barátságot, ha megtudnák, hogy kábítószerrel is foglalkozom, nem csak szerencsejátékkal. Ami ártatlan játék, de a mák piszkos ügy. Mit mondott tehát Vitókor Leone, akit hát azt hiszem, hogy abszolút szakértőnek tekinthetünk ebben a kérdésben? Virgil Solozzóval folytatott rövid és híres vált beszélgetése arról szól, hogy Solozzó megkínálja azzal a lehetőséggel, hogy szálljon be a kábítószer ügyletbe, amit hát, mint hallottuk, visszautasít, és kifejti azt a nézetét, hogy a szerencsejáték, ami hát mondjuk bocsánatos bűnnek tekintendő, sokak számára elnézhető tevékenység, hát a kábítószer az pedig egy piszkos üzlet. Ezt a véleményét pár másodpercnyi újabb bejátszásra szeretném még egyszer igazolni, ugyanebből a filmből. Ez nem olyan, mint a szerencsejáték. Az alkohol, vagy akár a nők, ami a legtöbb embernek kell, és amire szükségük is van, csak az egyház megtiltotta nekik. Azok a rendőrök, akik eddig szemet hunytak, abban a pillanatban hátat fordítanak nekünk, ahogy a kábítószerhez nyúlunk. Ez volt a véleményem akkor is, és azóta sem változott. A szerencsejátékról tehát mondjuk egy ilyen kicsit fura és fiktív szakértői vélemény azt mondja, hogy bocsánatos bűn, kicsit egy kategóriában kezeli az alvilág a szerencsejátékot, az alkohol kérdését, az alkohol csempészetre kellene itt leginkább gondolni, hiszen tudjuk, hogy az amerikai alvilág egy része az alkohol csempészetből gazdagodott és erősödött meg. És hát a prostitúciót, amiről hát azt hallottuk, hogy ez a három kategória olyan, ami bár az egyház tiltja őket, de mégiscsak minden embernek szüksége van rá. A drog viszont a kemény bűnözés világába tartozik, nem is foglalkozunk a droggal, hanem a szerencsejátékokkal. Nagyot lépünk, és az elektronikus kereskedelem és az online szerencsejátékok világáról beszélnénk. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban az egyik fő kérdés, amit tisztázni szoktak, hogy milyen viszonyrendszerben működik. Van néhány ilyen közismert rövidítés, ez a B2C, tehát B2C kereskedelem, a business to customer, a gazdálkodó szervezet és a fogyasztó viszonyát jelenti, tehát olyan kereskedelmi tevékenységet, olyan tranzakciókat, olyan jogügyleteket jelent, amelyeket egy gazdálkodó szervezet és individuumok, tehát a szervezettel kapcsolatba kerülő fogyasztók, vásárlók, előfizetők kötnek egymással. Az elektronikus kereskedelem és az online szerencsejáték egy másik viszonyban is megragadható, ez a B2A viszony, a Business to Authorities, a gazdálkodó szervezet és a hatóságok viszonya. Különösen a szerencsejáték engedélyeztetési
kérdései, azok, amelyek a hatóságok feladatkörébe tartoznak, illetve az adóztatási kérdések, mert hát nyilván az állam ilyen módon veszi leginkább hasznát a szerencsejátéknak, hogy a szervezéséből, lebonyolításából származó bevételt keményen megadóztatja. Az online szerencsejátékkal kapcsolatos ilyen furcsa kétarcúsága a szabályozásnak az EU jogban is megjelenik. Részben támogatjuk, részben tiltjuk, ha már létezik, akkor szeretnénk adóztatni. Nagyjából ezek az alapvető attitűdök, amelyek az államnak, egyáltalán mindenféle szabályozó szervezetnek a szerencsejátékhoz való viszonyát jellemzik. Az elektronikus kereskedelemről szóló szabályok lényege abban ragadható meg az online szerencsejátékkal kapcsolatban, hogy nem tekintik úgynevezett információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás az európai elektronikus kereskedelmi szabályozásnak az egyik alapvető intézménye. A magyar jogi terminológiában is létezik ez a fogalom. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi 108. törvény vezeti be a magyar jogi fogalomrendszerbe az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás fogalmát. Tulajdonképpen az Information Society Service angol kifejezését fordították le, ilyen hát nem a legszerencsésebb módon magyarra, és hát ez került bele a magyar jogi szabályozásba, de az Európai Unió elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályozása is ismeri és használja ezt a fogalmat. És az ide vonatkozó irányelvek nagyon határozottan leszögezik, megállapítják, hogy az elektronikus kereskedelem körébe, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás körébe nem tartozik bele a szerencsejáték szervezése. Ugyanakkor van egy nagyon, ahogy említettem, érdekes kétarcúsága a dolognak, mert a szerencsejátékokat, hazárdjátékokat és hasonlókat az adójog területén nagyon is számon tartják, és adókivetési alapnak tekintik. Tehát egyfelől elutasítjuk, mint információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, de azért, ha már létezik és foglalkoznak vele, akkor azt jól megadóztatjuk. Ezt a viszonyrendszert az Európai Unió irányelvei a következőképpen fejezi ki. A 2031-es irányelv, amelyik az elektronikus kereskedelemről szól, kifejezetten azt állapítja meg, mindjárt az elején, az irányelv elején találjuk az első cikket, és annak is az ötödik bekezdését. Ez az értelmező rendelkezések köre, egyúttal az irányelv hatáját is meghatározza, és megállapítja, hogy az irányelv nem alkalmazható azokra a szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységekre, amelyek a szerencsejáték során pénzértékkel rendelkező tétekben való fogadást foglalnak magukban, beleértve a sorsolásos és a fogadási játékokat is. Magyarán az elektronikus kereskedelem köréből kizárja az irányelv a szerencsejátékokat. Ezt megerősíti az irányelvnek ezt a felfogását az Európai Bíróság egyik ítélete, ez a 243/01-es ítélet, majd még lesz róla később szó, ez az úgynevezett Gambelli ügyben hozott ítélet. Ugyanakkor nézzük az adózási kérdéseit. Az Európai Unió tanácsának van egy irányelve, nagyon régi, még 1977-ből, a hozzáadott érték adóról, magyarán nálunk ezt ugye ÁFA-nak hívják, tehát az általános forgalmi adó típusú hozzáadott érték adóról szóló irányelv, amit 2002-ben módosítottak, annak érdekében, hogy a rádió és televízió műsor terjesztési szolgáltatások során elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadott érték adó szabályokat megállapítsák. Az irányelv úgy rendelkezik, hogy a rádió és televízió műsor terjesztési szolgáltatások, többek között az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások egy része is adó alapot képez. Hogy mely szolgáltatásokról van szó, azt az irányelv L melléklete tartalmazza, és az L melléklet, amit bemutatok, sok minden mellett a szerencsejáték szervezést is olyan tevékenységként definiálja, amely az adózásnak alapjául szolgál. Az online szerencsejátékok piaca egy változó piac, méghozzá rendkívül radikális változásban van, és ez a változás nemrég kezdődött, 2006 nyarán, őszén zajlottak azok a rendkívül fontos változások, amelyek úgy tűnik, hogy átrendezik a nemzetközi online szerencsejáték piacot. Azt a nemzetközi online szerencsejáték piacot, amely néhány év alatt épült ki csupán. A
1990-es évek végén alakultak azok a cégek, amelyek ma ezt a piacot uralják, és hát nem megvetendő mennyiségű pénztömeget képesek ezen a piacon megmozgatni. Csak az Egyesült Államok online szerencsejáték piaca 2005-ben a Forbes magazin becslése szerint 12 milliárd dollárnyi tőke tömeget mozgatott meg. Ahhoz, hogy ennek az iszonyatos pénztömegnek a mennyiségét megítélhessük, hadd mondjak egy összehasonlító adatot. Nem tudom, tetszenek-e ismerni az ITER projektet. Az ITER egy mozaik szó, véletlenül egyébként latinul értelmes is, ugye gyalogutat vagy előrehaladást, lépegetést is jelent, de ez egyúttal egy mozaik szó, méghozzá egy olyan mozaik szó, amelyik egy csúcs technológiai vállalkozást jelez. A rövidítés feloldása nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor. Ez a hatalmas jelentőségű tudományos és technológiai vállalkozás, az ITER, a franciaországi Kadarás városában valósulna meg. Tavalyi évben, november végén írták alá az Élysée palotában azt az egyezményt, amelyik mind gazdasági, mind tudományos tekintetben élen járó ország összefogásából, illetve országcsoportok összefogásából ezt a projektet megvalósítaná. A tavaly novemberi egyezmény szerint az ITER megvalósítására 20 milliárd eurót irányoznak elő. Ez valahol összehasonlítható ezzel a 12 milliárd dollárral, csak az a bájos az egészben, hogy ez a 20 milliárd, ez 20 évre szóló költségvetése az ITER projektnek. Tehát az, amit az Egyesült Államok, csak az Egyesült Államok online szerencsejáték piaca egy év alatt megforgat, az a pénz az igencsak összemérhető egy ilyen hatalmas jelentőségű termonukleáris reaktor megvalósítási költségvetésével és működtetésével 20 évre. Az online szerencsejáték piaca azonban radikális változásokat élt meg az elmúlt bő fél esztendő során. Tavaly, tehát 2006. október-novembere során valami döbbenetes adatok jelentek meg az amerikai online szerencsejáték szervezéssel kapcsolatban. Az egyik nagy cégnek, a World Gaming részvénytársaságnak a vesztesége hirtelen 80%-ra rúgott, a Sportingbet vesztesége 40%-ra, az egész amerikai online szerencsejáték piac 7 milliárd dollárnyi veszteséget szenvedett el, mondjuk a 12-ből ez azért elég jelentős. Számos egyéb cég, köztünk a Sportingbet, a Party Gaming, beszünteti a tevékenységet az Egyesült Államokban. Vajon mi történt? Néhány jellemző személyeket is érintő incidens. 2006. júliusában David Carruthers-t, a Beton Sport igazgatóját Dallasban letartóztatják. Tiltott szerencsejáték szervezéssel vádolják. 2006. szeptember 6-án Peter Dix-t, aki egyébként brit állampolgár, ő a Sportingbet igazgatója, úgy szintén letartóztatják New Yorkban. Az incidens következménye azonnali 10%-os és további 40%-os árfolyam zuhanás, amit a Sportingbet szenved el az értéktőzsdén. Az történt tudnilik 2006 őszén, hogy az Egyesült Államokban a szerencsejáték szervezése vonatkozó jogi szabályozás megváltozott. A szabályozás alapja 1961. 1961-ben fogadták el azt a törvényt, amely megtiltja, hogy bankok és kártyakibocsátó társaságok elfogadjanak szerencsejátékból származó pénzt. Tehát 1961 óta ez a tilalom fennáll. 2006 őszén az történt, hogy ezt a tilalmat kiterjesztették az online szerencsejátékra is. Fekete október köszöntött az amerikai online szerencsejáték piacra, október 2-án fogadta el a törvényhozás az ezzel kapcsolatos törvényt, és Bush elnök sietett is ezt aláírni és kihirdetni október 13-án, pénteken. Csodálatosak ezek az egybeesések, tehát október 13-án, pénteken Bush elnök aláírta ezt a törvényt, amelyik tulajdonképpen úgy tűnik, hogy megpecsételte az amerikai online szerencsejáték piac sorsát, legalábbis egy időre mindenképpen. Ennek van egy rendkívül fontos hatása, és ezt a kis piac elemzést, vagy ezt a kis körképet azzal vezettem be, hogy átrendeződik ez a piac. Az átrendeződésnek az a következménye, hogy a szerencsejáték szervező társaságok menekülnek az Egyesült Államokból, és hova menekülhetnének máshova, mint Európába leginkább.
Úgyhogy az történik, az zajlik, hogy az online szerencsejáték szervező cégek sorra teszik át a tevékenységi területüket az Európai Unió területére. Az Európai Unióban tulajdonképpen kétféle fő szabályozási modell vonatkozik a szerencsejáték szervezésre úgy általában. A két szabályozási modell, az egyik az, hogy állami monopóliumként kezelik a szerencsejátékot, a másik pedig az, hogy szabad piaci tevékenységnek tekintik. Teljesség igénye nélkül csak néhány országot említenék. Állami monopóliumként tekint a szerencsejátékra, mind a hagyományosra, mind az online szerencsejátékra. Az olasz, a portugál, a görög és nem utolsó sorban a magyar jogalkotó. Ennek megfelelő jogi szabályozás van érvényben ezekben az országokban. Míg szabad tevékenységként tekinti tulajdonképpen az angol szász világ, az európai angol szász kultúra, az Egyesült Királyság, Írország és hát Málta, amelyik, mint tudjuk, történelmi múltja folytán rendkívül szoros szálakkal kötődik Nagy-Britanniához, olyannyira, hogy ott van még baloldali közlekedés Európában. Az unió tagállama valamennyi, tehát egyáltalán nem közömbös számunkra, hogy ennek a kettősségnek milyen hatása van, milyen hatása lehet a közeljövőre. Már említettem, hogy volt egy híres ítélete az Európai Uniónak ilyen szerencsejátékokkal kapcsolatban, ez a Gambelli ítélet. Pier Giorgio Gambelli és 137 vádlott társa állt az olasz köztársaság bírósága előtt, azzal a váddal, hogy tiltott szerencsejátékot szerveztek volna. Gambelli és társai által megjelenített tevékenység tulajdonképpen nem Olaszországhoz kötődött, hanem egy megint csak angliai, nagy-britanniai székhelyű, egy liverpooli cég partnereként folytatták ők ezt a tevékenységet. Fogadásszervezési tevékenységet folytattak, fogadásokat gyűjtöttek és továbbítottak online módon Nagy-Britanniába. Ezzel az olasz bíróság szerint tulajdonképpen államellenes bűncselekményt valósítottak meg. Súlyos vád ez. A Gambelli ügyben aztán az Európai Unió bírósága is eljárt. Egy meglehetősen dodonai ítélet született, ahogy szokták ezt mondani. Mindenesetre érdekesnek tartom itt megjegyezni, hogy az angol gambling, vagyis szerencsejáték szó nagyon közel áll, vagy nagyon hasonlít a Gambelli névhez. Csak így a no man est omen, hogy éppen egy Gambelli nevű ember kellett, hogy bajba kerüljön Olaszországban ezzel a tevékenységgel kapcsolatban. A Gambelli ügyben, ami aggasztó, az, hogy tulajdonképpen egy Európai Uniós tagállam, az olasz köztársaság, az állami monopólium eszközét felhasználva tulajdonképpen olyan előjogot vindikál magának, amely bizonyos értelmezések szerint ütközik, vagy ütközhet éppen a római szerződésnek bizonyos cikkelyeivel, a 43. és a 49. cikkelyel, a 43. amelyik a letelepedés és a vállalkozási tevékenység szabadságáról szól, valamint a 49-esen, amely a szolgáltatások szabadságát deklarálja. A Gambelli ügyben hozott ítélet aztán nem foglal keményen állást ebben az ügyben, ahol egy nemzeti és egy közösségi elvárás, illetve jogszabály ütközik egymással. A Gambelli ítéletben az Európai Unió Bírósága azt állapítja meg, hogy tulajdonképpen a helyi nemzeti bíróságok feladata, annak eldöntése, hogy a letelepedés és vállalkozási tevékenység szabadságával, illetve a vállalkozás szabadságával, tehát az említett Európai Uniós szabadságokkal milyen mértékben, elvárható mértékben ütközik-e, vagy elvárható mértékben korlátozza-e ezeket a nemzeti jogalkotás. Pár szót még a magyarországi piacról, mert természetesen számunkra ez sem közömbös. Az online szerencsejáték magyarországi szabályozása. Említettem már, hogy Magyarországon is a szerencsejáték szervezése állami monopólium tulajdonképpen. A koncesszióról szóló 1991. évi 16. törvény a számos, ma már egyre fogyatkozó körű, de a törvény megalkotásakor meglehetősen kiterjedt körű koncesszió köteles tevékenységek között említi, és változatlanul azok között említi a szerencsejátékok szervezésére és működtetésére irányuló tevékenységet. Koncesszió alapján lehet tehát csak Magyarországon szerencsejáték szervezési tevékenységet folytatni. Ennek az általános elvárásnak a részletszabályait az ugyancsak 1991 évi 34. törvény bontja ki, ez a szerencsejáték törvény.
amelyik definiálja, hogy milyen tevékenységeket tekint egyáltalán szerencsejátékoknak. Ezek a sorsolásos játékok, lottó leginkább, és hozzá hasonlóak, skandináv lottó, meg egyebek, pénznyerő automaták üzemeltetése, szerencsejáték lebonyolítására szolgáló szervezet alapítása és működtetése, ilyen például egy játékkaszinónak a létrehozása és működtetése, tehát ez is szerencsejáték tevékenység, valamint a lóverseny és sportfogadás. Az online szerencsejátékra, egyáltalán az online szerencsejáték piac létezésére és kibontakozására vagy megerősödésére hosszú időn keresztül a magyar jogalkotás nem reagált. Hosszú időn keresztül így volt ez, 91-ben alkották meg a törvényt, és 2005-ig csend volt ezen a területen. Noha a világban ez alatt az idő alatt épült ki az online szerencsejátékok piaca. 2005-ben aztán egy radikális változtatásra került sor. Vajon miért? Ez a változtatás egy határozott tiltó jellegű változtatás, egy olyan, amelyik a Gambelli ügyek némi rokonságot mutatva tulajdonképpen szembe megy az uniós szabadságokat, a letelepedés, vállalkozás, szolgáltatás nyújtásának szabadság elveivel, és egyfajta nemzeti korlátozó tevékenységet vagy felfogást valósít meg, egyfajta piacvédő, protekcionista intézkedést. Miért került az egyáltalán az egészre sor? Nos, azért, mert 2005 nyarán, ez volt az utolsó csepp a pohárban, 2005 nyarán, július 1-én, ha jól emlékszem, a Sportingbet nevű társaság, amelyik most fejvesztve menekül az amerikai piacról, Peter Dix igazgató őrizetbevételét követően. Nos, tehát a Sportingbet 2005 nyarán egy magyar nyelvű weboldalt indított el. Nem mintha addig magyar fogadók nem tudtak volna részt venni a Sportingbet által felajánlott fogadási és egyéb játékokban, hiszen addig is a világhálón elérhető volt, legfeljebb valamilyen idegen nyelven, angolul, németül, vagy bármilyen más nyelven, nagyon sok nyelven működtetett weboldalakat addigra már a Sportingbet, tehát néhány szót kellett csak tudni valamilyen idegen nyelven. Azonban a magyar szerencsejáték piac sokáig erre a kihívásra nem reagált, akkor vették csak fel a kesztyűt, amikor egy magyar nyelvű szájtot is elindított a Sportingbet. Ekkor észlelték azt, hogy itt egy offenzív piaci magatartással szembesülünk, a Sportingbet nyomulni kíván a magyar piacra is. Sajnos a magyar szerencsejáték piac nem úgy reagált erre a dologra, hogy akkor mondjuk mi indítunk angol nyelven akár online szerencsejáték oldalt, hiszen ha a mondjuk a Magyar Szerencsejáték Részvénytársaság csinál ilyet, az a szolgáltatása is világszerte elérhető, tulajdonképpen kihasíthatunk egy kisebb-nagyobb szeletet a nagy tortából. Nem ezt tették, hanem elszaladtak a törvényhozáshoz, és egy törvénymódosításnak a keresztülvitelét kezdték el igényelni, tehát ezért lobbiztak. Ez meg is történt, 2005 novemberében lépett hatályba a szerencsejáték törvénymódosítása. Aminek az a lényege, ebben a tekintetben mindenképpen, hogy engedély nélküli szerencsejátéknak minősül mindaz a szerencsejáték tevékenység, amit Magyarországon engedéllyel nem rendelkező, a szerencsejáték felügyelettől származó licenccel nem rendelkező társaság szervez, és az ilyen társaságok, tehát az illegális szerencsejáték szervezést folytató társaságok által szervezett tevékenységben való részvétel tilos, sőt, ilyenhez, és itt a lényeg, ilyenhez a pénzügyi szervezetek, magyarán a bankok, és a hírközlési szolgáltatók, magyarán ugye az internet szolgáltatók ez esetben, nem működhetnek közre, illetve nem nyújthatnak ilyenhez technikai segítséget. Hogy lehet ugyanis egy online szerencsejátékban részt venni? Úgyhogy interneten keresztül teszi meg a fogadó a fogadását, a tétet elektronikus banki tranzakcióval juttatja el a szerencsejáték szervezőhöz, és az esetleges nyereményt is elektronikus banki tranzakció útján juttatják el a fogadó bankszámlájára. Na most a szerencsejáték törvény 2005 novemberi módosítása óta ez tulajdonképpen illegális tevékenység, és mind a bank, mind a hírközlési szolgáltató tranzakciónként 10 millió forintos bírságot kockáztat. A Sportingbet nem törődött bele ebbe a dologba, és az Alkotmánybírósághoz fordult. Az eljárás még nem ért véget a tekintetben, hogy a magyar alkotmánnyal összeférhet-e egy ilyen törvénymódosítás.
Csak annyit tudok mondani, hogy e tekintetben pillanatnyilag nincs happy end. Köszönöm szépen a figyelmüket! We'll be right back.